Templomfelújítás. Magyar falu program. Újabb tájfutós sikerek. Falkában írtották a Baromfi udvart. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. szeptember 2-án 18 óra 5 perckor. Megújul a Szent István király római katolikus templom tetőszerkezete. Milyen munkák várható még? Erről Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsost kérdeztük. Köszöntöm nézőinket, Gulyás Zsolt plébános úrral beszélgetünk itt a Szent István király római katolikus templom előtt, hiszen mögöttünk munkaterület van, nem tudunk bemenni. Mi zajlik jelenleg a templomnál? Nagy szeretettel köszöntöm én is a Karcag Televízió nézőt. Június végén elkezdődött a templom tetőnek a felújítása, tehát ami azt jelenti, hogy a régi pala leszedésre került, és új létszerkezet, illetve hát már a mostani technológia segítségével kerül majd új pala a tetőre. Ez szükségessé vált, hiszen a templomtoronyról főleg lepergő vakolatok, díszítő elemek betörték a palát, és hogyha a templommal szemben fordultunk, akkor a baloldali részen, ott a szélén teljes egészében lekerült a pala, tehát az időjárás viszontagságai miatt megsérült, de állatok is költöztek be, madarak, és szükségessé vált, főleg ezen a részen, hogy megújítsuk. Most ezt éppen nem látjuk, mert most le van zárva, és éppen most is folynak a munkálatok. Milyen forrásból sikerül ezt megvalósítani? Ez a Egri főegyházmegye támogatásával, tehát mondhatjuk, hogy a 90%-a az Egri főegyházmegye támogatása, a 10%, valamivel kevesebb, mint 10% pedig az egyházközségnek a anyagi forrásaiból valósul meg. Van-e esély arra, hogy kívülről is megszépüljön a templom? Hát a vágyaink szintjén ott van, hogy szeretnénk felújítani, majd hogy erre milyen forrásaink adódnak, azt egyenlőre nem tudjuk. Bízunk benne, hogy majd előbb-utóbb, de az is elkezdődik. Minden esetre most ez volt a legfontosabb rész, hogy a beázást esetlegesen elkerüljük. Minden nagyobb esőzésen azért körbe mentünk, Isten nyugtassa ezt Nagy János ácsurat, aki mindig segítségünkre volt, de hát ő sajnos egy évvel ezelőtt már elköltözött. Tehát így szakember segítségével próbáltuk a hiányosságokat pótolni, de hát van, amit mégsem tudtunk, illetve hogyha bemegyünk, akkor a mennyezeten kisebb foltokban lehet látni, hogy pereg a vakolat. Hogy ennek pontosan mi az oka, azt nem tudjuk, mert igyekeztünk elkerülni, hogy beázás ne legyen. De természetesen ugye 40 évvel ezelőtt történt a teljes felújítás, akkor is úgy gondolom, hogy a tetővel kezdték, tehát 87-ben fejeződött be a teljes felújítás, tehát a 80-as évek elején kezdődött el a Víg Béla Esperes úr idejében. Ő ezt nagyon nagy szívügyének tekintette, hiszen akkor a fotók segítségével látjuk azt, hogy bizony nagyon romos állapotban volt akkor, de hát eltelt 40 év, és a templomunknak a külső része azért hordozza az időnek a nyomait, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy mondjuk amikor én 2010-ben ide kerültem Karcagra, akkor voltak bizonyos jelek, de nem volt ennyire erőteljes, tehát ilyen rohamosan romlik a külső díszítés. Ugye az időjárás viszontagsága, amikor télen esik, hóli és a többi bemegy a repedésekbe, és tavasszal, amikor olvad, akkor ezek szépen megteszik a maguk munkáját és peregnek le. Tehát egy ideig még itt lesz ez a baldahím. Reménykedünk abban, hogy majd sikerül a további felújításokat is folytatni. Ez a konadság rendileg több százmillióba kerülhet. Hát bizonyára, tehát főleg itt a emelkedések, az áremelkedések, ezek nem arról szólnak, hogy bármi csökkenne. Tehát igen, ez több százmillió forint, és az egyházközségünknek az anyagi erejét ezt teljes egészében meghaladja. Tehát ez is nagy dolog, hogy csak ennyivel, de mondjuk volt egy kis forrásunk,
és abból tudtuk ezt biztosítani. A Tiszató és a Nagykunság térsége kis településeinek vezetőivel egyeztettek a Magyar Falun programról és annak 2023-as lehetőségeiről a Karcagi Városházán Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője és Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke. Milyenek a Magyar Falu programról a tapasztalatok országjárása kapcsán? Erről kérdeztük Gyopáros Alpárt. Gyakorlatilag 4 éve járjuk a megyéket, illetve a kis településeket, hiszen amikor 2018-ban Orbán Viktor miniszterelnök úr meghirdette a Magyar Falu programot, akkor azt a határozott célt tűztük ki magunk elé, hogy egy olyan programot valósítsunk meg, amit magukkal a falvakban élőkkel együtt érünk. Elsősorban természetesen a falvak vezetőivel, polgármesterekkel, alpolgármesterekkel találkozunk, de emellett civil szervezetek tagjaival, egyházközségek tagjaival, vagy éppen egy-egy közmeghallgatás vagy fórum keretében a falvakban élőkkel beszélgetünk, mert szeretnénk becsatornázni azokat az igényeket, azokat a valós igényeket a kormányzatban, amelyeket mi beépítünk a Magyar Falu programba, hogy olyan támogatásokat, olyan programokat finanszírozzunk, amire valóban szükség van helyben. Utcák, járdák, településeket összekötő utak felújításáról beszélünk, intézményfejlesztésekről, intézmények bővítéséről, nagyon sok helyen indítottunk új intézményeket, óvodákat, bölcsödéket, és így tovább. Összességében azt tudom mondani, hogy a helyi életminőséget, a falvakban élők életminőségét szeretnénk javítani, amivel az a célunk, hogy belátható időn belül elérjük azt az alapszolgáltatást, szintjén legalábbis a városokban élők életminőségét, hogy jó legyen falvakban élni. Összességében Jász-Nagykun Szolnok megyében azt el tudjuk mondani, hogy már jóval több mint 20 milliárd forintnyi fejlesztés megvalósult a megyében, és folyamatban is vannak fejlesztések, ráadásul látjuk már a következő évi költségvetést, és látjuk, hogy folytatódik 2023-ban is hasonló intenzitással, mint az elmúlt években a Magyar Falu program. Itt a karcagi térségben is már realizálódott több mint 6 milliárd forintnyi fejlesztés. Ebben vannak civil szervezeti támogatások, önkormányzati támogatások, egyházi támogatások, vannak állami útfejlesztések, működik a falusi csok, szerintem egy rendkívül fontos alprogramja a Magyar Falu programnak, hiszen ez egy olyan otthonteremtési támogatási forma, ami kifejezetten azt arra ösztönzi a falvakban élő fiatalokat, hogyha nem akarnak elköltözni a szülőfalujukból, akkor az állam adjon egy olyan támogatást az otthonuk megteremtésére, ami arra ösztönzi őket, hogy helyben maradjanak a szülőfalujukban, vagy abban a faluban, ahol élnek, ahol nevelkedtek, és ott alapítsanak családot. Emellett egyébként piaci szereplőket támogatunk, falusi kisvállalkozásokat, falusi kisboltok megmentését célzó programot hajtottunk végre, tehát egy elég szerteágazó programot hajtunk végre a Magyar Falu program keretében, ami mind-mind azt célozza, hogy jó legyen a falvakban élni. F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselőjétől megtudtuk, a választókerületben a Magyar Falu program 14 települést érint. Az elmúlt időszakban azt gondolom, hogy mindenki sikeresen pályázott, nagyon sok felújítás, újépítés valósult meg, és én azt gondolom, hogy bízhatunk benne, hogy bármilyen világgazdasági nehézség van az orosz-ukrán háború miatt, ez a Magyar Falu program folytatódik, hiszen nagyon sikeres, és a vidék, a kistelepülések felzárkózása miatt mindenképpen fontos az, hogy legyen egy ilyen típusú programja is a kormánynak. Nagyon sok a turizmusban, oktatásban, bölcsödék, óvodák, egészségügyi intézmények újultak meg, településközpontok. Én azt gondolom, hogy nem volt olyan rész egy kis településnek, ahova nem tudott volna a Magyar Falu programra pályázni, és nem történt volna előrelépés az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy a pályázati lehetőségek közül ez az egyik legsikeresebb a Magyar Falu program. Jó példát tudunk ezzel mutatni, és a települések, a kis települések, a falvak, a községek fejlődése szempontjából mindenképpen fontos. El tudjuk mondani, hogy még mindig rengeteg munka van, de hogyha a környéken járunk, akkor láthatjuk azt, hogy folyamatosan ezt a hátrányt dolgozzuk le. Egyre több út újult meg, egyre több települést összekötő út, és ez folytatódni fog az elmúlt idő, vagy elkövetkező időszakban is, hiszen tervezés alatt vannak már akár a 34-es útnak a felújítása, és olyan járási központokat összekötő utak is, amelyek eddig még rossz állapotban voltak. Azt gondolom, hogy tovább tudunk az következő időszakban is lépni az úthálózat, a településeket összekötő utak fejlesztésében is. Hubai Imre közgyűlési elnök úrral beszélgettünk arról, hogy megyénknek mit jelentett a Magyar Falu program ebben az évben. Az 5000 fő alatti településeknek óriási segítség, hogy olyan pályázati program áll rendelkezésükre, 100%-ban nemzeti forrásból, amely könnyen, egyszerűen pályázható, és számos egyébként más pályázati forrásból vagy saját erőből nem valósítható projekt megvalósítását szolgáló. Ezek egyébként a kerékpárúttól a ravatalozó felújításán át egészen
a más típusú önkormányzati infrastruktúrák karbantartásai, felújításai, vagy a településkép megújulásáig nagyon sok mindenre fedezetet nyújtottak, és az is nagyon fontos, hogy emellett pedig egy olyan gondnoki hálózatnak a működtetése is a kormányzat elsődleges célja, ami mind a faluban élők, mind pedig a Tanyás térségben élőknek a mindennapjait igyekszik könnyíteni, különösen, hogyha mozgásképtelenség, betegség vagy időskor jellemzi a lakosságot. Azt is látjuk, hogy ezeknek a forrásoknak a segítségével nem csak azok a projektelemek újultak meg egyes településeken, ami már régi és hányatos sorsú adósságai voltak a településeknek, hanem olyan projektek is megvalósultak, amik innovatívak, amik előretörőek, és valóban akár fiatalok megtartását, a fiatalok vidéken tartását is érdemben szolgálták. Én nagyon üdvözlöm, hogy ez a program folytatódik, és azt is, hogy ma államtitkár úr segítségével az önkormányzatok vezetői olyan betekintést nyerhetnek a térség életét és a település életét meghatározó fejlesztésekre, amely jövőben mutató és az összes többi fejlesztési elképzeléshez össze tudja hangolni a települések jelenlegi tervezési és megvalósítási ciklusait. Még nem zárult le az előző időszak, de már kezdődik a következő, tehát ebből is látszik, hogy nagyon fontos nem csak a kormánynak, hanem minden döntéshozónak, hogy a vidéki térségben élő embereknek az életminőségén javítson, és az életminőség javításához szükséges infrastruktúrális fejlesztéseket előbbre hozza. Azt gondolom, hogy a mai megbeszélésen itt az előzetesen látó polgármester, a jegyzők vannak itt, tehát ők is elmondják a tapasztalatikat, esetleg a kéréseiket, hogy mit lehetne esetleg finomítani, vagy kell egyáltalán finomítani ezen a pályázati rendszeren. Így van, hogy egy program lezárása előtt vagyunk, és a megvalósítás közepén, akkor nyilván fölhalmozódnak olyan tapasztalatok, amiket érdemes megosztani, nem csak egymással, hogy tanuljon belőle a többi polgármester is, hanem azokkal, akik a pályázati felhívások kiírásában, azoknak a döntéseknek a meghozatalában érdemi részt vállalnak, ami ahhoz szükséges, hogy egy-egy projekt érdemben eljusson a tervezéstől a megvalósulásig. És itt a mai beszélgetésnek is az lesz a célja, hogy ezek a kérdések felszínre kerüljenek, hogy az önkormányzatok kéréseit összegyűjtve akár a jövőbeni felhívásokra érdemi ráhatással lehessenek a polgármesterek, és az a térségi szemlélet, amit az országgyűlési képviselők, jelen esetben itt a Nagykunsár térségében F. Kovács Sándor képviselő testesít meg, hiszen ő ismeri a legjobban a választókerületet, ő ismeri a legjobban a választókerületében élőknek a mindennapi lehetőségeit, gondjait és azokat a feladatokat, amiket az önkormányzatok vezetői igyekszenek a testülettel és a rendelkezésre álló erőforrásokkal megoldani, megvalósítani, és ezeket egészíti ki a Magyar Falu program, és ezért ad egy nagyon gyors, nagyon realisztikusan felhasználható nemzeti forrást az önkormányzatoknak, hogy ezzel is a településeken élők terheit csökkentse, és a régi vagy akár a új lehetőségek megvalósításához segítse őket. Lévainé Kovács Rózával beszélgettünk az árnyékos fák alatt. A tájfutót elismerés illeti duplán azért, hogy ebben a nagy melegben két jeles versenyen is részt vett. Az ember hogyan tud felkészülni a hőségben egy versenyre? Én is köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon nehezen. Nagy akarat kell ahhoz, hogy akkor, amikor legszívesebben a légkondis lakásban hűsölne az ember, míg kimenjen az erdőbe és futkározzon. Amikor már kim vagyunk, és az első lépések megtörténtek, akkor azért már könnyebb, de tényleg ez a kimenni az erdőbe és rászánni magunkat, ez nagyon nehéz. Július elején voltunk Hegyközszent Miklóson, romániai terület. Oda még nehezebb volt, most a hétvégén Szlovákiában volt egy 4 futamból álló verseny, a Karszkupa. Oda annyiból volt könnyebb a felkészülés, hogy előtte 2 hétig Nógrád megyében voltunk a hegyek között, és ott legalább az éjszakák kellemesen hűsek voltak, volt olyan, amikor 12 fokra is lehűlt a levegő, tehát lehetett éjszaka nyugodtabban pihenni, és napközben is találtunk olyan árnyékosabb részeket, ahol tudtunk egy kicsit kocorászni. Akkor beszéljünk először a korábbi versenyről, arról mit kell tudni, milyen terepen zajlott, nehéz volt-e, és milyen eredménnyel jött haza.
Hegyközt Szent Miklósra már évek óta járunk, ez tulajdonképpen egy kicsit fesztivál is, nem csak verseny. Örülünk egymásnak, tájfutók, hogy végre találkozhatunk. Ez különösen most a vírus mizéria után még inkább igaz volt. A pénteki este kezdődik egy éjszakai versennyel, amikor is sötétedés után indítanak bennünket. Ez inkább sík terep, kisebb buckákkal, erdős, vizes részeken, de most ott is nagyon kevés csapadék volt, így nagy vízfoltokkal, mocsarakkal nem nagyon kellett számolni. A szombati napon volt az egyéni verseny, a vasárnapi nap pedig egy csapatverseny, amikor is a kedves férjemmel alkottunk egy csapatot. Két fős csapatversenyekről van szó, és az eredményünket együtt értékelik. Milyen volt együtt versenyezni? Az első ellenőrző pontig kellett együtt futnunk, utána más-más ellenőrző pontokat kellett felkeresni, azt gondolom, hogy ez így tökéletesen jó volt. Nem, egyébként nem szoktunk ebből ügyet csinálni. Az éjszakai verseny egy részét is közösen teljesítettük, és ott is nagyon jól megegyeztünk. Az éjszakain a közepes erősségű pályát választottam, azok közül, a hölgyek közül, akik ezt választották, én első lettem. Meg is lepett egy kicsit, mert tőlem sokkal fiatalabb hölgyek is voltak az ellenfelek között. A nappalin a korcsoportomban szintén első lettem szombaton, és nagy meglepetésemre és nagy örömömre a kedves férjemmel együtt is sikerült egy dobogós helyet, másodikok lettünk a csapatban vasárnap. Beszéljünk akkor a közelebb, ami most volt, az még gondolom egy picit közelebb vannak az emlékek is, élmények is. Igen, még a sebeket is jobban őrizgetem. Csütörtökön mentünk át a nyaralásból, Krasznahorka váralján szoktunk ilyenkor megszállni, és már aznap lehetőség volt megismerkedni a versenytereppel, illetve egy ahhoz hasonló területen, a szilicei fensíkon van úgynevezett terepbemutató. Kapunk egy kis térképet, néhány ellenőrző pont van bejelölve rajta, és akkor kedvünk szerint fölkereshetjük őket, ismerkedhetünk a térképjelölésekkel, a tereppel. Pénteken délelőtt volt az első futam, az a Pelsőci fensíkon, egy olyan közel 600 méter tengerszint feletti magasságban egy hatalmas nagy plató, egy fensík. Nagyon változatos, nagyon-nagyon sziklás. Az, ami nekem veszélyes, mert hogy október végén összetörtem pont egy szikla miatt a térdem, ezért nekem ez eléggé veszélyes terep volt, de nagyon figyeltem töbrökkel, nagyon szabdal, tehát ilyen hatalmas nagy mélyedések, sokasága. Ha az ember az irányt egy picit is elnézi, akkor már egy másik töbörnél van, és onnantól nagyon nehéz helyre tennie magát. Én biztonsági futásra mentem mindegyik alkalommal, részben a térdemet védtem, részben pedig, hogy ne hibázzak, mert utána tényleg nagyon nehéz helyre tenni. Ez jó érzés volt, megnyertem ezt az első futamot. Innentől kezdve nagy volt az izgalom bennem, hogy hogyan tudom a stresszt kezelni, hogy ne menjen át egy túlzott idegességbe ez a helyezés, a helyzet, mert ha nagyon izgulok amiatt, hogy vajon a többi három futamban hogy teljesítek, meg tudom-e őrizni ezt a helyezést, akkor lehet, hogy pont hibázok. Azt gondolom, hogy most a nyaralásnak is nagy szerepe volt ebben, hogy pihentebb voltam, és sikerült mindegyik futamban higgadtnak maradni. Szombaton délelőtt szintén a fensíkon futottunk szakadó esőbe.
borzalmas, tényleg mintha dézsából öntötték volna. Mire kiértem a rajtban, már teljesen eláztam, mire a rajtból a pályára kiléptem, addigra már nem volt rajtam egy száraz terület sem. Úgyhogy izgalmas volt szemüvegesként, meg különösen nagy kihívás volt, úgyhogy eleinte alig tértem magamhoz, de utána sikerült összeszedni magam. Délután egy kicsivel már jobb volt, kisebb esőben futottunk a Betléri Andrássy kastély parkjában. Ezt a terepet nagyon szeretem, mondjuk a másikat is, de ez sokkal kevesebb veszélyforrást jelentett számomra. Itt második voltam, néhány másodperccel kaptam ki, volt egy apróbb hibám, és itt ez olyan gyors pálya, ez a kastélyparki pálya, hogy itt minden apró hiba már helyezésbe kerülhet. Hát aztán vasárnap volt izgalmas, ugyanis kiderült, hogy összetettben őrzöm az első helyem, és a feladat az volt, hogy egy biztonsági futással ezt még tovább megőrizni. Megint leesett az eső, és megint csak szakadó esőben kellett a pályám egy részét végigfutni. Nem lettem első aznap, de azt sikerült elérni, hogy az összetett első helyemet megőriztem. Az ember ilyenkor, amikor hazajön, átértékelődik benne, hogy biztos, hogy akarom én ezt legközelebb is ilyen esőben? Igen, akkor még haza se kellett jönni, már megfogalmaztam magam, hogy biztos normális vagyok-e. De mikor az ember ekkora kihívásnak megfelel, akkor az egy olyan jó érzés már. Persze, nagyon kellett figyelni arra, hogy a verseny hevében ne felejtsem el azt, hogy azért az egészségem fontosabb. Tehát meg kellett találni azt a középutat, hogy jól teljesítsek, de azért az egészségemre is vigyázzak. Mindig átértékelem magamba, de mindig oda jutok ki, hogy nekem ez kell. Ez a kihívás, ez a kikapcsolás, ez a sikerélmény nekem fontos. Falkában támadt egy baromfi udvarra három kutya besenyszögön. A megvadult állatok 15 tyúkot és kakast gyilkoltak le. És tegnap előtt törte meg a pitbull kutya izémet, a kakasomat, és borzasztó felháborítónak tartom, 24 éve itt lakok, de még sose volt olyan jó országom, nem tartottam olyan jó országot, ami másoknak kárt okoz. A megrémült tulajdonosok a tyúkolba zárták őket, amíg a segítség megérkezett. Itt az egyik zárkerte ugye bement, az egyik szomszéd szólt, hogy szóljunk már a tulajdonosnak, mert a tyúkudvarba bejutott a három kutya, és folyamatosan ölik a bent lévő jószágokat, csirkéket, kacsákat. Jöttünk, szóltunk a tulajdonosnak, jöttünk, ők már akkorára bezárták a tyúkorba a három darab kutyát, amik igen agresszívak voltak, és támadó jelleggel léptek föl ellenük. Úgy kellett egy ajtólappal beszorítani őket a sarokba, hogy a meglévő élőben lévő állományt még ki tudjuk menekíteni a tyúkolból. A kutyák több napja a környéken garázdálkodtak, mindenki fél tőlük. Látták őket őzre vadászni, de egy ott lakót is megkergettek. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!